Melinda, itt is házol, tehén volt, itt is tehén volt, ott is tehén volt. Nézd meg, micsoda porta volt itt. Egy részlet az Igában című filmből. Itt pedig már Kondás Károly, vagy ahogy legtöbben ismerik, Károly bácsi fogadja az elismerő szavakat Nyírbogáton az alkotás bemutatóján. Az egykoron cseléd sorban lévő penészleki igás tehenes soha nem gondolta volna, hogy egy nap egy film főszereplője lesz. Zsigmond Dezső dokumentumalkotása a Nyírség utolsó igás tehenesét mutatja be. Károly bácsi Nyírbogáton elmondta, már el kellett adni teheneit, de örül, hogy a vásznon viszont látja azokat, és mestersége ebben a formában megmarad az utókor számára. Mindegyik forgatás nagyon jó volt, mert benne vagyunk, és Magyarországon ilyen többet nem lesz. Miért nem lesz? Azért nem lesz, mert nincsen fogat. Már tanítani olyan ember nincs Magyarországon, aki be tudja tanítani. Zsigmond Dezső elmondta, egy korábbi filmjének készítésekor volt szüksége állatokra, így ajánlották figyelmébe Károly bácsit. Bár a forgatás nehézségekkel indult, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat támogatásával és a Kölcsei Televízió segítségével meg tudta valósítani az igás tehenesről szóló dokumentumfilmet. 3 évvel ezelőtt én éppen az Eszterházy Jánosról szóló lengyel-magyar filmet forgattam, amikor nekivágtunk, tulajdonképpen még minden nélkül ebbe a történetbe. Pénzünk se volt igazából, a Kölcsei Televízió és a megyei önkormányzat, Sesták Oszkárék támogatták ezt a történetet, hogy egyáltalán fel tudjuk venni, és később kaptunk a Nemzeti Filmintézettől egy olyan lehetőséget, hogy ebből egy nagy dokumentumfilmet összevághat. Becse Tamás operatőrrel, aki vágó is volt, dolgoztunk, és ketten-hárman csináltuk végig tulajdonképpen ezt a történetet úgy, hogy a Szabó Andrásékkal már akkor nagyon jó barátságban voltunk, Károly bácsiékkal és a feleségével, aranyos feleségével, Marikával. Szinte-szinte családtagok lettünk már akkor náluk, hiszen gondolhatjátok, hogy 3 éven át dolgozni valakivel, az már feltételez egyfajta jó barátságot is. Bár dokumentumfilmről van szó, Zsigmond Dezső kiemelte, nem egy néprajzi, hanem emberközpontú játékfilmszerű alkotást sikerült létrehozni. Egy olyan tudósítás egy elmúlt világról, ami azt gondolom ma már szinte Európában is páratlan. Ez a film nem csak néprajzi film. Ez a film, azt szoktam mondani, egy emberközponti film. Emberközpontú film. Olyan, mintha egy játékfilmet látnál. Mintha egy játékfilmet néznél, és egyszerre csak belesüljetsz egy olyan világba, ami 100 évvel ezelőtt volt. És én abban bízom, hogy most itt a bemutató helyszínén, akik itt lesznek, azoknak megjelennek nagyszüleik, dédnagyszüleik, akik állatokkal, mezőgazdasággal foglalkoztak itt, a Nyírségben, Szabolcs-Szatmár-Berekben. A filmet telt ház előtt mutatták be a nyírbogáti városháza nagy termében.